Sziasztok, Kis Jenő vagyok a Mekka Gymből. Sokat témázgatnak arról az emberek a közösségi oldalakon, hogy melyik izomcsoportot mivel érdemes párosítani, hogy érdemes egy napra összeállítani az edzéstervet, és elég sokan javasolják azt, hogy mondjuk tolóizmot tolóizommal párosítsanak, tehát mondjuk egy mellizmot, mellizom edzés után beraknak egy vállizom edzést. Én úgy gondolom, hogy ez nem túl értelmes dolog, mert egy mellizom edzés után már nem, hogy bemelegszik a vállizom, hanem már egy túlterhelés kap. Tehát az jóval több, mint egy bemelegítés. Ez egy olyan terhelést is kap közben a vállizom, ami után már nem lehet 100%-osan leterhelni, mert elfárad. Tehát én úgy gondolom, hogy egy mellizomhoz inkább egy biceps vagy egy hátizom, tehát egy ellentétesen mozgó izmot célszerű párosítani. Ugyanez vonatkozik arra is, hogy mondjuk vannak, akik a háthoz a bicepset párosítják. Egy hátizom edzés után már nem lehet 100%-osan bicepszezni. Ez ilyen párosításokat azoknak ajánlom, akiknek mondjuk túlfejlett a vállizomzatuk, tehát akkor egy melledzés után nyilván nekik annyira nem fontos az, hogy a vállat 100%-osan megedzik, mert amúgy is túlfejlett, vagy ugyanez a bicepsnél, hogy egy hát után akkor ők nyugodtan bicepszezhetnek, hogyha a bicepsük annyira túlfejlett. De az, aki szeretné felhozni ezeket az izomcsoportokat, azoknak semmiképpen nem ajánlom azt, hogy egy napra tegyenek tolóizmot, vagy akár húzóizmot. Vannak, akik ezt azért rakják így össze, mert úgy gondolják, hogy ezzel előfárasztják az izmot, és ezáltal jobban meg tudják dolgozni. Ez én úgy gondolom, hogy jóval több, mint egy előfárasztás. Tehát az előfárasztás az az, hogyha az izomcsoporton belüli edzést az elején valami kisebb súllyal meggyötörjük, bedurrantjuk, esetleg egy pár sokkoló sorozatot végzünk, és utána megyünk a fő gyakorlatra, az egy előfárasztás. De így, hogy egy komplett izomcsoportot leedzünk, és utána edzünk le ugyanazt a tolói izomzattal végrehajtott gyakorlatokat, annak már nincs sok értelme, az már nem előfárasztás, az már jóval több, mint előfárasztás, az már egy leterhelés. Ha mondjuk mellizom edzés után akarjátok a vállizom edzést beiktatni, akkor legalább egy nap szünetet tegyetek közé. Tehát, hogyha egyik nap melleztek, akkor a következő napra olyan izomcsoportot tegyetek be, ami húzóizom, mondjuk egy hátizom gyakorlat, és akkor azt követő napra már mehet nyugodtan a vállizom, vagy akár a triceps is. Tehát az is egy tolóizom. Tehát mindenképp legalább egy nap szünetet tartsatok közte. Hogyha még több információra lenne szükségetek az edzéssel kapcsolatban, akkor iratkozzatok fel ide. Sziasztok!